Kedves Kunce Gábor, szeretnénk köszönetet mondani azért az adományért, amit öntől kaptunk, hogy a filmet folytathassuk. Ebben a filmben már több évnyi munka fekszik, és nagyon fontosnak érezzük. Úgyhogy talán ezek a kisebb-nagyobb adományok tovább lendítik, hogy végül sikerüljön befejezni. Nekünk tulajdonképpen önnel nagyon régi múltra tekint vissza a kapcsolatunk, lehet, hogy nem is tud róla. Mi annak idején, mikor a Mások újságot, a Meleg magazint szerkesztettük, évekkel ezelőtt volt egy nagyon rossz emlékünk, vagy élményünk inkább, amikor egy bulvárlap több politikustól megkérdezte, hogy házasodhassanak-e a melegek, és ön azt válaszolta, hogy velem biztos, hogy nem. Akkor mi az újságban megjelentettünk egy cikket, aminek az volt a címe, hogy Kunce vicce, mert nagyon rosszul esett, hogy egy liberális politikus ilyen félváról kezeli, ami egyik legfontosabb problémánkat. Úgy tűnik, hogy az elmúlt 20 évben hát az ön véleménye is egy kicsit megváltozott, hogy hozzájárult ehhez a filmhez, és a magyar társadalom is azért eléggé megváltozott, mert azt hiszem, hogy 2009-ben kezdődött az, hogy lehetett a melegeknek házasodni. Mi voltunk az első meleg pár, akik összeházasodtak, és idén, most július 9-én lesz, hogy 5 éve házasodtunk össze, és nagyon örülünk, hogy eddig eljutottunk, és nagyon örülünk, és nagyon köszönjük az ön támogatását, anyagi támogatását is.